viharkár. Gyékésben közel 150 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Lélekben fiatalok, nyugdíjas és civil kulturális találkozó zajlott Békés Csabán. Címvédőként újra a sorozatban, a BRS-e az új szezonban is elindul a Mevza kupában. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. A keddi viharos időjárás miatt országszerte több mint 300 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Baranya vármegye kivételével mindenhonnan érkeztek segélyhívások a katasztrófa védelemhez. A legtöbb munkát Békés vármegyében adta a vihar a tűzoltóknak, ahol közel 150 beavatkozásra volt szükség. Békés Csabán szerda délelőtt a keddesti vihar okozta károkat takarították el az önkormányzat munkatársai. A megyeszékhely is azon települések között volt, ahová a legtöbbször riasztották a tűzoltókat. Az erős széllökések többségében fákat csavartak ki. Fölébredtem rá, és nagyon hát, hogy ajtók, ablakot bezárva minden, mert hát csak félt az ember azt úgy, hogy de hála Istennek nálam nem történt semmi különös. A legnagyobb károkat Sarkadon és térségében jelentették. Az egyik édentó melletti fűzfa valósággal ketté tört, míg a Kossuth utcában egy fa villanyvezetékre és az útra dőlt. Ennek nyomai még szerdán délelőtt is látszódtak. Se perc alatt jött a vihar, és akkor a hatalmas nagy szél volt, hogy az borzalmas volt. Arra lettem figyelmes, hogy hatalmas nagy csattan, törte fel az ág, és ennyi. Tehát borzalmas volt. Békés vármegyében kedden 23 településen 144 esetben riasztották a tűzoltókat az hivatalos időjárás okozta károk felszámolására. A káreseményekhez kapcsolódóan személyi sérülés nem történt. Fágak szakadtak kerítésre, háztetőre, járdára, utakra, tehát komplett fák is kidőltek, amivel forgalmi akadályt okoztak. A károk felszámolására három Békés vármegyei mentőszervezet, három tűzoltóegyesület, két tűzoltóparancsnokság és 8 hivatásos tűzoltóparancsnokság egységei vonultak. Az eseteket motoros láncfűrész, létra és emelőkössel a Selmi segítségével számolták fel. A vihar megbénította a vasúti közlekedést is, hiszen Kötegyán és Sarkad között fa dőlt a sínekre. A Békés Csaba Kötegyán vésztő vonalon estére állt helyre a menetrendszerű vonatközlekedés. Lélegzett metsző tűzben a TBC gyógyítása Magyarországon címmel nyílt poszter kiállítás a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándi Kálmán tagkórházában. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet orvostörténeti vándor kiállítása 3 hétig látható Gyulán. A tuberkulózis ma Magyarországon már ritkán fordul elő, de az 1950-es évekig minden negyedik haláleset a morbus hungaricusként elhíresült betegség miatt következett be. A kötelező BCG védőoltás bevezetésének is köszönhetően ma már a szűrése sem kötelező, kivéve ha a járványügyi adatok alapján ezt valamilyen térségben el nem rendelik. Emelte ki a tárlatot megnyitó köszöntőjében dr. Becsei László, főigazgató főorvos. Az 1900-as évek elején a legyengült tüdőbetegek állapotának javítására szanatóriumokat hoztak létre, és az országban elsőként Gyulán nyílt ilyen intézmény. Lukács György volt az, aki Gyulán létrehozta 1907-ben elsőként ezt a József szanatóriumot, a Lugos erdő mellett Gyulán, és mellé a tervek közé szerepelt egy vasút kialakítása is, amely azóta is üzemel. Kezdetben 100 ágyal működött, majd a későbbi évek során 300 ágyasra bővült. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet vándorkiállítása nem csak a tuberkulózis történetét mutatja be, hanem a gyógyítás komplexitásának jelentőségére is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta az intézet nyugalmazott főigazgatója. A tuberkulózis tanít minket nem csak arra, hogy hogyan lehet egy betegséget leküzdeni, hanem arra is tanít, hogy szervezetten, hatékonyabban lehet dolgozni az egészségügyben. Ezt a kiállítást mi a tuberkulózis múltjáról szerveztük, de ez egy kultúrtörténeti kiállítás is, ami tükröt tart az egész orvostörténetnek.
A poszterkiállítás 3 hétig tekinthető meg a Pándi Kálmán Tagkórház műtéti tömbjének aulájában. A robotika alapjait sajátíthatták el azok az érdeklődő gyerekek, akik részt vettek a Békés megyei könyvtár által szervezett robotidomító foglalkozáson. A könyvtár droid hadseregét irányító gyerekek sok újdonságot és érdekességet ismerhettek meg. A foglalkozás fejlesztő hatása már az általános iskoláskorú gyermekeknél is megfigyelhető, fogalmazott Nagy Levente, a megyei könyvtár informatikusa. Úgy gondolom, azért fontos, mert ez fejleszti a logikus gondolkodást, egyrészt a programozás, illetve a világ egyre jobban ebbe az irányba halad, a robotizálás, ugye a mesterséges intelligencia felé. A robotikai alapismereteket és programozási módokat megismerő résztvevőknek ősztől rendszeres foglalkozásokon lesz lehetősége elmélyíteni a megszerzett tudást. Most ez az egyszeri nyári alkalom, de ősszel tervezünk egy 5 vagy 10 alkalmas robotika szakkört rendezni, és ehhez majd figyeljék a Facebook oldalunkat, illetve a könyvtár honlapját. A Békés megyei könyvtár digilaborjának alkotó műhelyében folyamatosan várják a technika és a robotika szerelmeseit. A nyugdíjas és civil kulturális találkozó második napján a táncé és az irodalomé volt a főszerep. A programot a viharos időjárás miatt a Szent István tér helyett a Csaba Gyöngye kulturális központban tartották meg. A regionális kulturális esemény láthatóan összekovácsolta a színpadra lépő időskorúakat. A Sarkadi Funky Mamák tánccsoport 18 éve alakult, a taguk célja az, hogy jól érezzék magukat, és ebben a korban is megmutassák tudásukat. Mint egy család, olyan vagyunk, együtt jövünk a busszal, vagy kocsival, vagy összejövünk, olyanok vagyunk, mint egy család. Tehát nagyon szeretjük egymást, és ez is, tehát 10 évvel meghosszabbítja az életünket. De komolyan mondom, hogy ez a tánc, ez valami fantasztikus, és nagyon szeretjük csinálni. A Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület alelnöke a második nap műsorának sokszínűségét emelte ki. Mint elmondta, nem csak az előadások, de a fellépők korosztályi megoszlása is vegyes képet mutatott. Nagyon sok föllépőt, ez az igazság, és a táncnak szinte a teljes létező kategóriáit átfogja a mai nap. Ez a néptánctól kezdve, és ifjú táncosok is lesznek természetesen, fiatalok, alig 20 évesek, és lesznek bizony 75 éves táncosaink is. A kétnapos esemény célja a kulturális értékek felvonultatása mellett a hagyományteremtés és a közösségépítés volt. A népművészeti tábor 4. hetében újabb mesterségek kerültek a fókuszba. Az eseményt az Alkotóház, a Békés megyei Népművészeti Egyesület és a Békés megye Népművészetéért Alapítvány több partner szervezettel együttműködve rendezi meg, immár 34. alkalommal. Az intézmény egyik termében különböző korú gyerekek dolgoznak együtt. Korcsok János fafaragó, oktató, fontosnak tartja, hogy a legkisebbek is folyamatosan fejlesszék a kézügyességüket, és új tudásra tegyenek szert. Részben pedig a természet egyéb szereplőivel is, akár kis állatokkal, vagy kis emberkeformákat alkotnak, egyebeket. Így részben megismeri az anyagot, megismeri azt, hogy hogyan tud vele boldogulni, hogy valami elkészüljön, de egyben megismeri saját magát is, az, mire képes, esetleg eleinte elszontyolodik, utána egyre jobb kedve lesz hozzá, és eljut odáig, amikor már szinte önállóan tud dolgozni. Egy másik helyiségben a divat és a hagyomány összekapcsolása kerül a középpontba. Molnár Madarász Melinda divattervező és művésztanár elmondta, hogy a hetet megelőzően a résztvevők elsajátíthatták az alapokat és a szakmai grafikát. Megnézem, hogy a matróna, ugye itt a hátra, tehát ugye egy ilyen nagyon érdekes fodor volt. A táborozók ezekben a napokban már modelleznek és szabnak, illetve olyan ruhákat hoznak létre, amelyek a tradícióból merítenek vonalvezetést. A divattervező 3 tájegységet választott ki a dekoratív megoldások megvalósításához.
A három tájegység, amivel foglalkozunk, az a mezőkövesdi, más Matyónak ismerik sokan, de kizárólag a mezőkövesdi terület, a torockói terület, ugye elkalandozunk, tehát Erdély területére, és Kalocsa. Azért választottam ezeket a területeket, főképp mezőkövesdet és Kalocsát, mert ismertebbek, formailag, tehát jobban ismerjük ezeket a területeket. Egy másik teremben bőrékszereket készítenek a résztvevők. Szakács Aliz elmondta, hogy különleges technikát alkalmaznak ezen a héten. A nyakékek, a karkötők és a fülbevalók mellett a bátrabbak egy öv elkészítésébe is belevághatnak. Ez egy speciális technikával készül, amit én fejlesztettem ki. Erre kapta meg a népművészet ifjúmestere, illetve a népi iparművész címemet is. Egy gömbölyű szálas ékszertechnikáról van szó, ami a sallangok formavilágát, motivumait dolgozza fel, egy mahasználható ékszerként. Lesznek tűzománcos és zománc nélküli változatok. A tábor jövő héten is folytatódik, amikor többek között a népi ételek készítése és a sárköz népi kézművessége lesz a középpontban. Népszerű dallamok csendültek fel Juhász Edit cselló tanár egykori és jelenlegi tanítványainak közös hangversenyén az idén 125 éves Urszényi házban. A Csaba cselló elnevezésű koncert a Békés megyei könyvtár és a Bartók Béla zeneiskola közös rendezvénysorozatának első alkalma volt. A Békés megyei könyvtár 125 éves épületében a héten Békés Csabán zajló cselló kurzus résztvevői adtak kamarakoncertet kedden este. Az volt a célunk, hogy a könyvtárban élő zenei produkciókat tudjunk megrendezni az érdeklődők számára. Ennek keretében vettük fel a kapcsolatot a Békés Csabai Zeneiskolával, és szerencsére partnerek voltak, Juhász Edit az iskola tanára készségesen állt a segítségünkre, így együtt tudtunk működni a program megszervezése során. Juhász Edit művésztanár 7. éve szervezi meg az egyhetes cselló kurzust Békés Csabán, ahol jelenlegi diákjai volt növendékeitől tanulhatnak. Ezen a héten örömzenélünk, sok kamaraművet megtanulunk közösen, és ez egy olyan hangverseny lesz, ahol főleg mi felnőttek játszunk, de egy műsorszám erejéig fellépnek a tábor nagyobb növendékei is. A cellókurzus résztvevői csütörtökön a református templomban zenés áhítaton játszanak, majd szintén ezen a napon a harsonás napokon résztvevőkkel közös kamarakoncerten lépnek fel az evangélikus kis templomban. 457 éve zajlott a gyulai vár történetének legfontosabb eseménye, amely során a mintegy 15-szörös túlerőben lévő oszmán hadsereg ostromolta az erődítményt. A hétvégi végvári napokon 8 helyszínen több mint 200 hagyományőrző tiszteleg azzal, hogy hadijátékkal eleveníti fel az egykori történéseket. A korábbi évekhez hasonlóan idén is számos hasonló jelenetet láthatnak azok, akik ellátogatnak a gyulai várhoz július utolsó hétvégéjén, a végvári napokra. A rendezvény valós eseményeket idéz fel, hiszen 16 hagyományőrző csoport 214 tagja játsza újra a gyulai vár 1566-os ostromát Magyarország egyik leglátványosabb hadijátékán. Ez az esemény az akkori időkben úgymond az egyik legjelentősebb csata volt, tehát mondhatjuk annak is, hiszen egy időben zajlott Szigetvárral, viszont Szigetvárral ellentétben, ugye Szigetvárt tudjuk Zrínyi kilohant elég rövid idő alatt, itt viszont 63 napig álltak helyt a gyulai hősök, és mégis a kapitányunk valamilyen szinten a történelem folyamán egy árulónak lett titulálva. A gyulai végvári napok az elmúlt években megszokott forgatókönyvet követi. Az érdeklődők megismerhetik a végvári vitézek életét, csatajeleneteken keresztül felidézik számukra a kor harci szellemét. A résztvevők elmesélik a várnak és környékének történetét, hősies védőik legendáit, a védők és az ostromlók életét. Az utóbbi időkhöz hasonlóan a látogatók idén is benézhetnek a várkertben táborozó hagyományőr egyesületek sátraiba,
testközelből ismerhetik meg, hogyan öltöztek, mit ettek, hogyan szórakoztak közel 500 éve. Folyamatosan megtekinthető a keresztény és az oszmán tábor is, a csendesebb, a napközbeni időszakokban is programot kínálva azoknak, akik ellátogatnak a gyulai várhoz. Emellett azért a gyermekeknek, a családoknak vannak akár ismeretterjesztő, természetesen szórakoztató formában megjelenő ismeretterjesztő események. A hagyományokhoz híven esténként idén is dönthetnek a látogatók, hogy könnyű zenei vagy korabeli koncerten vennének-e részt. A vár előtti rendezvénytéren szombaton többek között Rúzsa Magdi produkcióját hallgathatják meg az érdeklődők, míg a vár másik oldalán, a sátortáborban a hagyományőrökkel lehet mulatozni majd. Montenegrói átlövővel erősített a női kézilabda NB1-ben szereplő Békés Csabai Előre NKS-e, jelentette be a klub hivatalos oldalán kedden. A 25 éves, 185 cm magas Tamara Jovicevic 2018-ig Montenegróban játszott, majd két évig a francia bajnokságban szerepelt, ezt követően pedig Spanyolországban és Csehországban is légióskodott. Az átlövő az utánpótlás nemzeti válogatottakkal 2015 és 2018 között több világversenyen is részt vett. A játékos a felkészülés harmadik hetében csatlakozott a csabai csapathoz, amely pénteken a másodosztályú Tempó KSE ellen hazai környezetben lép pályára első nyári edzőmérkőzésén. A Svitelszki Békés Csaba a 2023-24-es szezonban is elindul a Mevza kupában. A csabai klub több év kihagyást követően az előző idényben tért vissza a sorozatba, amelyet aranyéremmel zárt. A Svitelszki Békés Csaba sikeresen zárta a Mevza kupa 2022-2023-as idényét, miután a sorozat fináléját megnyerve újabb trófeával bővült a kollekció. Baran Ádám klubelnök arról beszélt, hogy elsősorban a sorozatterhelés és a fiatal játékosok fejlődése érdekében indultak a Közép-Európai Ligában. A fő motiváció az volt, hogy a fiatal játékosaink kapjanak játéklehetőségeket, a néző közönség nívós nemzetközi mérkőzéseken tudjon tapsolni és szurkolni a csapatnak, illetve az, hogy nemzetközi rutint szerezzünk és képviseljük a magyar röplabdázást. Baran Ádám kitért arra, hogy a BRS-e a 2023-24-es idényben az Extraliga, a Magyar Kupa, a CEF Kupa mellett a Közép-Európai Ligában is elindul. A szakmai stáb jóváhagyása is kellett hozzá, és azt gondoltuk, hogy ismételten jó mérföldkő lesz, ez meg tudunk mérettetni, hiszen jó csapatok vannak szlovén bajnokságból, horvát bajnokságból, ahogy hallom, Ausztriában is vannak most feltörekvő csapatok, akik megerősítették a kereteiket. A klubvezető ismertette, hogy a Mevza kupa előzetes lebonyolítási terve már elkészült, az alapszakasz 4 tornából épül fel, ezekből legalább egyet szeretnének Békés Csabára hozni. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!